megszűnnek jogilag a magyar tannyelvű iskolák Kárpátalján az oktatási törvény következtében. Tehát nem lehet körzet, ennek ellenére van egy magyar összefogás, KMKSZ, illetve a másik szervezet, az Ukrajna Magyar Demokrata Szövetség összefogott, ugyanúgy, mint a korábbi önkormányzati választásoknál, társadalmon belül, akiket büntetni kell, akiket fel kell számolni, és akiket el kell nyomni. Sajnos itt tartunk, amely a magyarokhoz köthető, illetve amelyeket eddig működtetünk. Ezt akarják meg felszámolni, a magyar közösséget teljes egészében megpróbálják megfélemlíteni. Tehát semmi garancia nincs arra, hogy ez a fantom párt, nem tudjuk, fel sem tudjuk mérni, hogy mit terveznek, mit fognak, ezt majd nyilván az idő fogja megmutatni. 450-ből hány fog átmenni, hogy holnaptól hány lesz nacionalista, azt megint csak nem. Minden éven előadója vagyok a panelnek, és sajnálatos módon évről évre rosszabb helyzetről kell, hogy beszámoljak, hisz azt láthatjuk, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek Ukrajnában a jogai erősen csorbulnak, illetve romlott a helyzetünk. Sajnálatos módon be kellett számoljak arról is, hogy Ukrajnában elfogadásra került az új nyelvhasználati törvény, amely a család, illetve a magánélet, valamint az egyházak szintjére próbálja meg visszaszorítani a kisebbségi nyelvhasználatot. Azt is el kellett mondjam, hogy nem lett előrelépés az oktatási törvény kapcsán, illetve arról is be kellett számoljak, hogy milyen atrocitásnak vannak kitéve a magyarok, illetve az ukrán állam hogyan nem tartotta be a saját törvényeit többek között akkor, amikor választási körzetet kellett volna kialakítani, akkor, amikor alkotmányosan garantált jogokat próbálnak meg elvenni tőlünk. Tehát nem egy sikertörténeti előadást tartottam, hanem inkább negatív dolgokról, de akkor is rendkívül fontos, hogy halljunk róla, illetve mások is megismerjék sorsunkat és a helyzetünket. Úgy látom, hogy azért a Kárpát-medencében élő magyarság jelentős része képben van azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi is tudunk az erdélyi nemzettársaink problémáiról, és nagy örömmel hallgatjuk mindig azt, amikor a vajdasági magyar barátaink arról számolnak be, hogy náluk milyen szuperül működnek a dolgok, illetve milyen megfelelően sikerült a szerb-magyar viszonyt rendezni, illetve amikor pozitív dolgokat tudnak elmondani és eredményeket, akkor mindig egy kicsit irigyek is vagyunk, de örülünk annak, hogy nekik jó. Nagyjából képbe vagyunk, de azért is fontos, hogy az aktuális kérdések napirendre kerüljenek, hogy ez eljusson mindenkihez, illetve átbeszéljük, hisz hasonló esetekkel, hasonló kisebbséggel kapcsolatos ügyekkel találkozunk. Ugyanúgy azt tapasztaljuk, hogy például, ahogy Romániában, román állam alkalmazza a kettős mércét a magyarokkal szemben, ugyanúgy ez Ukrajnában is elő szokott fordulni. Ugyanazokkal a problémákkal találkozunk, hisz itt akár az Úzvölgyi temető ügyében azt láttuk, amit fél évvel korábban Beregszászon, amikor felvonultak maszkos fiatalok, illetve magyar ellenes akciót hajtottak végre. Úgy gondolom, hogy nem szabad feladni a kisebbségi jogvédelmet, mindenképp küzdeni kell, és egy-egy ilyen beszélgetés, egy-egy ilyen alkalmas maga a tusványosi tábor is lehetőséget teremt arra, hogy ezt át tudjuk, meg tudjuk vitatni, és feltölt minket egy kis erővel, súlyult erővel tudunk neki kezdeni otthon majd a küzdelemnek, és folytatni azt a munkát, amit eddig is csináltunk.